Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok, ez pedig a Strategic Command, American Civil War folytatása az északi oldali kampányunkkal. No, kaliforniai csapat mehet Denver felé, vagy Fort Bowie felé, az azt hiszem a déli opció. És igazából menjen oda, mert ott van hasznunk, bár 62. októberére érkezik meg, tehát ez majd egy év, mire ennek a döntésnek következménye lesz. Illetve ismételten köszönöm, hogy jeleztétek a egy-két elveszett egységet, amit nem használtam, így ezt a csónakot elküldtük Mississippire, illetve egy gyalogost egy kicsit közelebb hoztunk a frontra. Talán hasznuk lesz majd valamikor. Bár még fel kell húzni őket egyeskére. No. Jóan, Mexikó morog. Nem tudom, hogy van-e következménye, hogy elvileg a szövetségesünk, a papíron a szövetségesünk a Mexikó, úgyhogy lehet, hogy valami lesz belőle. Most 27%-on áll a Mexikó állapota. Még lehet, hogy akad belőle valami, és azt hiszem egyébként, ha azt a távoli zónát ott az Apacs területen Lapaznál megnyerjük, akkor vagy a mexikóiak küldenek nekem, vagy én tudok a mexikóiaknak küldeni segítséget. Tehát ott van egy konvoj, ez a jelenleg fehérrel jelzett konvoj, amit megérkezne, ez dél felé tart, akkor elvileg Mexikónak tudok küldeni, ha elfoglaljuk ezt az elpaszót. Ami hosszú távon a cél, de mondjuk, hogy menni fog-e vagy sem, azt nem tudom. Hát elég macerás, ugye az összes egységem itt alapvetően elég gyenge. Két nagy egységem lesz összesen, azt hiszem talán még egy érkezik. Miközben nekik is van három nagy, tehát hát egyszerű háború nem nagyon lesz. Abba bízhatok, hogy elég messze van ez a egy-kettő esetleg, vagy úgy mozog, hogy el tudom vágni, vagy valami ilyesmi. Ugye ezért sajnálatos, hogy ott az elején az apaci az elszökött. Azt meg lehetett volna csípni. Hát esőben támadsz, az sok sikert mondom. Szinte nulla ellátmánnyal, ahogy ezek megérkeznek. No, ha-ha-ha! Na például az a hatoska az üthető, az talán üthető. Abból még valami kisülhet, no. Rossz időben támadni, az remek ötlet. Az mindig jó ötlet, abból még soha senki nem jött ki rosszul. Ajaj, ezt egy kicsit meggyepálták. Oda azért még, hogy ő is még kettővel üt, az csúnya. Azt elveszíthetem azt az egységet, ha úgy alakul. Elvileg ez itt le tud jönni, nem tudom, hogy fizikailag képes-e, és a gép hajlandó-e kimozdítani. Hát, ez nagyon-nagyon fájdalmas lenne. És az egy nagy egység ráadásul. Az egy háromfős egység. Amit ilyen viszonylag könnyen elgyepáltak. Nem, ezt inkább gyógyított, ez jó ír, akkor valószínűleg megúszza. Bár hogy ki tudom-e menteni, azt nem tudom, ugye ez most el lesz vágva, úgyhogy relatív könnyű kijutni, és akkor utána ez visszamenekülhet itt a frontvonalról. Na, a kérdés, hogy egyébként ebből a kettőből melyiket egyszerűbb megütni. Mert ha ezt a kettőből valamelyiket ki tudom ütni, vagy akár csak visszavonulásra kényszeríteni, és utána belépni a helyére, akkor ez a kettő, vagy esetleg ez a három elég csúnya elvágásba készül.
pontosan az, ami kéne nekem ahhoz, hogy itt győzelmet arassunk ezen szakaszon. No, azt hiszem ennyi volt akkor a köre, ami jó hír. Francia sikerek helyes, vagy nem helyes, mert a francia a délnek megy. Abszolút nem helyes. Ó, és diplomáciázik. Az tényleg nem jó hír. Jó lenne megcsípni itt a franciákat, mielőtt belépnek a háborúba. És megjött a tél. Megjött a hóesés, úgyhogy a támadásaink elég gyérek lesznek. Annyira nem nagy baj, mert van bőven mit gyógyítgatni. Van bőven mit gyógyítgatni. Ott látunk egy hákút, hát sejtettük, hogy arra felé lesznek hákuk. Az különösebben nem mond semmit, de mondjuk ennek örülök, hogy azért rengeteget felderítünk. Jó. Franciák nagyon morognak. Foglaljunk el dolgokat, hogy távol tartsuk a franciákat. 50%. Mit kapunk még? Na, és jönnek a tengerészek. Jó. A tengerész az nyilván délre jön, vagy dél, tehát ide, a kikötőkbe. Azon nincs mit cifrázni. A többi egységgel nem tudom, hogy hogy álljunk. Hogy őszinte legyek. Jó, hát egy kör, amíg fölhúzzuk egyes kékre őket, és utána egy kör, amíg bepakoljuk. És aztán mehetünk újra partra szállózsit játszani végre. Jó, ez Wilmingtonba mehet csak úgy, hogy azt nem kell gondolkodnom. Mi van még? Három divízió, meg egy vascsónak. A vascsónak az egyértelmű, hogy hova megy. Mert annak egy helye van. Itt a többi vascsónaknál. Ez a három, hát majd meglátjuk, hogy hol kell. Nem lepődnék meg, ha ide kéne raknom. Még itt egy hákú nem ártana, vagy kettő, vagy három, vagy öt. No! Egy-egy. Ugye négy, meg öt, meg ilyesmi ellátmányokkal küzdködnek. Hát, próbáljuk. Egyet osztottunk, jó. Ez persze, hogy nem jött be. És ismét nem jött be, jó, hát akkor a 3-3-ból 1-3 lett, vagy hogy mondjam, tehát én 3-at, ő 1-et kapott. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon fogjuk tudni elvágni. Ezt leküldjük ide, és ha más nem, akkor egyébként itt ilyen körbekerítésre megkockáztathatjuk. Mi van még? Hát, veled aztán ki vagyok segítve. Ezt a egységet húzzuk fel, mert lehet. Veled se vagyok előrébb, hogy őszinte legyek. Ti csak darabszámban játszotok, nem pedig hasznosságban. Hasznosnak ezt a két egységet tudom mondani. A háromra. És nem nagyon dolgoztak. Na mindegy, így jártunk. Ha majd egyszer érkezik ugye ide a apacsokon keresztül az a kaliforniai csapat, az majd segít, vagy nem, majd kiderül. Hol állnak, hol kell állnunk? Ott vannak egységek, annyira nem meglepő.
annyira azért nem meglepő. Ez lépjen be. Azt először gyógyítjuk, mert az is kell. Ti erősödjetek. Hármas, az nem sok. Hármas, az nem sok. Mondjuk el lehetne vágni, különösebb gond nélkül. Jó, ez megérkezhet. Igazából te indulj el délnek, mert akkor legalább a HQ közelebb van. Az egy üres vár, akkor érdemes mennünk. Akkor érdemes menni. Ezt az útvonalat kössük össze. Neki muszáj ott maradnia. Jó. Na, hát nem azt mondom, hogy el van vágva teljesen, de egy picit jobban el van vágva innen. Majd körbe folyjuk nyilván, ez a hosszú távú terv. Itt erről, és akkor tényleg el lesz vágva ez a városka. De ha ez valóban üres, és a következő körbe is üres, akkor ez a paci simán le tud rohanni oda. Hát mondjuk valószínűleg nullás ellátmánya lesz. Ezt azért vegyük figyelembe. Te mit tudsz tenni? Leginkább semmit. Ezt össze lehetne kötni, az nem egy haszontalan lépés. De azt hiszem egyenlőre egyet tegyél a felderítésre, hát az nem segített rajtunk. Az nem segített rajtunk igazából. Az nem üres, természetesen nem üres. Jó, hát akkor ti egyenlőre erősödtök. Egy-egy. Ó, oh, a 2-1 az főleg jó, mert akkor van esélye, hogy ki tudjuk ütni. Akkor bizony van esélye, mondjuk az a baj, hogy itt elég gyérek. Főleg, megkockáztassam? Megvan. Megvan. Egyetlen gond, hogy... Elvileg itt nem látja. Ha mellé lépek, akkor látja, és akkor biztosan levadászna. Egy nagyobb haszonnal vagyok, ha itt maradok. De ez jó. Ez jó volt, hogy ezt leütöttük. Jó, te azért szágulj le, hogy azt megvéd. Azt úgy érzem nekem hasznos, hogyha ezeket megvédjük. Oké. 2-1. Ó, hogy ez egy 6-os. Ez egy túltöltött erőd. Hát, az nem jó hír. Az meg majd jön. Jó. Mindegy, azért itt lesz 4 vascsónak, meg 2 másik, már ha túléli. Ezek majd gyógyítást igényelnek nyilvánvalóan. Ja, és majdnem biztos, hogy akkor ide kell küldenem a maradék új erőket. Az 1-1 az egy vállalható. Csere. Ezt töltsük fel, azon nincs is mit cifrázni. Ezt most már elkezdhetjük bombázni.
és akkor talán egy kicsit jobban állunk. Így az a baj, hogy ez egy másodlagos ellátóhely, úgyhogy igazából nem fogjuk kiütni, csak piszkálni. Azért, de gyengülget. Gyengülget. Azt nem mondanám, hogy gyengül, de gyengülget. Hogy állnak a komolyabb hajóink? Monitorok januárban. Tehát mindjárt érkeznek a monitorok. Jó, akkor elindulhatnak ezek. Ha nem is mind, de... De mondjuk ez, úgy érzem, nyugodtan elindulhat itt egy picit délnek. Hogy itt a blokkádokba részt vegyünk. Hogy ezt a francia blokkádot egy kicsit megfogjuk. Az azért úgy érzem segít. Ezek nem vizek. Itt az a... Ez jó kérdés, hogy meddig. Ez ide följöhet, talán még ide is, de felteszem, innen már nem tud bemenni. Az már nem számít víznek. Ez érdekes lenne, hogy ezt a Plymouth mondjuk el lehetne foglalni. Na mindegy, meglátjuk majd mire jó. Ez viszont lépjen mellé, hogy a kiködőt blokkádoljuk teljesen tovább. Az jól fog jönni. Te majd jössz itt a segítségnek. És akkor itt a nagy kérdés. Ez a 0-2-vel nyissunk, az jó. Ez eddig tiszta. Hát ez üsse ki, és akkor megvan. Ez lépje. Van, aki be tud menni a helyére, jó. Azt a hibát ne játsszuk el, hogy hopp, nem tudtunk bemenni a helyére. Azokkal nem tudunk érdemben mit csinálni. Az egy ötösön van. Azon esetleg lehet itt játszani. Persze, hogy én sérülök. A 0-0 az azt jelenti, hogy én sérülök. Ismét. Oké, ha ez továbbra is üres lesz, akkor a paci a következő körbe majd megpróbál berohanni oda. Annak látok értelmét. Annak bizony látok értelmét. Te gyere le egyel, és akkor látunk itt dolgokat. Érkezik az első hármaskája. Ezt szerintem fölhúzzuk, és akkor az egy használható egység lesz a következő körbe. No, hát amit körbefolytunk, azt megütöttük, annyit elértünk, sokkal többet nem. Sokkal többet nem. Ja, és akkor ez majd itt ezt a szakaszt, igazából ebből a városkából ez a ballon, ez itt nagyon jól tud látni egy csomó mindent, ami nekünk kell. És akkor hogy állunk? Mit itt kapunk? Három egység. Egyet ide rakunk, hogy legyen. A másik kettő viszont megy Kentuckyba. Hogy ott is legyenek erők. Ezek leginkább ilyen Kentucky nem üres egységek, ami nem jó, mert azt itt, ha bárhol két-három egység fölbukkan, akkor az körbefolyja és megeszi. De hát ez van. No, itt hol lesznek? Itt van két lázadó, itt meg majd egy komoly lázadó egység. A kis lázadók nem kritikusak, de... Ó, mondjuk azért azt
azt blokkádoljuk annyival, hogy rajta állunk, vagy a közelébe állunk, annyit érdemes megtenni. Szerintem te is legyél a városba, az segít rajtad. Jó. Kell-e kutatás? Maximumon vagyunk, úgyhogy nem. Diplomáciába akarok-e a franciába költeni? Igazából nagyon nem kell, ha megcsípjük végre a... Hogy hívják ott? A valamelyik nagyvárost, akkor a francia leesik magától. Úgyhogy úgy érzem, abban nem kell nekem itt erőlködni. Ja, hogy ez elfogyott. Oké. Tüzérség. Egyet vegyünk. Az úgy érzem megéri, és akkor vegyünk egy ilyen közepest. 20 darab van belőle még. Hát majd egy idő után meg lesz talán mind. Hát a 20 monitort nem veszem meg. A 3 Ironclad az még lehet, hogy meg lesz véve. Annak van értelme. A nagy hajónak. A monitor vettünk, amennyit vettünk annak érdekében, hogy hamarabb legyenek komolyabb egységeink. És ha nem vesztettem el sehol egységeket, akkor most jók. Jól állok. Ha meg elvesztettem, akkor így járt. A dél. Ó, még majdnem itt kihagytam egy opciónkat. Mert itt azért most van 5 egység összesen. Innen tud-e ezt támadni rá, mert akkor van értelme? Nem. Oké. Azt már nem éri el, akkor most próbáljuk meg ezt kiütni. Főleg így a 2-1 opcióval az teljesen fair. Azt teljesen szimpatikusnak érzem. Ha kilőjük. Na. Egy erőd leütve. Te meg állj rá erre, hogy az ne legyen üres. Oké. Akkor nyilván folytatjuk ezzel. Ezek városban vannak. Meg igazából a kikötő miatt úgy el se érem. Úgyhogy ilyen szempontból nem is opció, szóba se jöhet. Rendben. Azért ezt még ki tudjuk majd ütni, és akkor azt hiszem ez ennyi volt ez a szakasz. Errefelé meg nincsenek erődök. Texas nem hisz az erődökbe. Főleg a parti erődökbe. Amiben van ráció, mert nem nagyon működik. Nem igazán működik. A legtöbb esetben. Na, ennek azért örülök, hogy ott ki tudtunk szedni, ez gondolom haszontalan, azért megnézzük, hogy tudunk-e gyógyítani rajta. Nem. És hát a feltöltés meg szóba se jöhet, mert ahhoz 5-ös morál vagy valami ilyesmi kéne, ha egy ellátmány. Jó, lássuk a következő kört. Most egy picit hosszabbak a köreink. Haitiak segítséget küldenek a dominikai lázadóknak. Bleh, hogy úgy mondjam. Jó, lázongás, mert miért ne? Hát ez volt oda-vissza mindenkinek, úgyhogy erre nem mondhatom azt, hogy miért nem illik, stb. Jó, volt elnök, meghal. Első japán nagykövetség Európába. Na, az egy masszív eredmény. 20-valahány százalék bónusz. Felderítők. Kor. Na, ez egy jó kör volt technológiába. Gazdaság. Semmit nem kaptunk, de egy csomón volt áttörés, ami azért számít. Nagyon nem mindegy. Azt nem mondanám, hogy egy észvesztően sikeres
harci kör volt. A körbevett egységet leütöttük, juhú. Hát azért egy-két erődöt kiütöttünk, amelyek azért fontosak. Inkább nem is a kritikusakat, de fontos erődök. Azt azért nem mondhatjuk, hogy bajok lennének velük. Hát igazából ide, meg ide partra száll, az nagyon jó hír. Itt volt egy cég, azt most miért nem látom, mindegy, majd látjuk a saját körünkbe. Meg tudom, hogy ott van. Ez várható, az a baj, hogy ő vele is szerintem visszavonul ide, és akkor az elvágás az elég reménytelen. Azt remek látni. Azt talán meg tudjuk kergetni azt a csónakot. Azt ugye innen meg tudjuk ütni a nagyhajókkal, és utána talán a kishajó tudja kergetni, ha nem megy vissza az erőd mögé. Persze, ha visszamegy, akkor így jártam. Akkor így jártam. Au, itt a baj, hogy érkezik a további erők. Ouch. Hát az még nagyobb elvágásba ment be ott, ahogy érkezik egy harmadik. Az kezd nem jó hír lenni. Az kezd itt nagyon nem jó hír lenni. Elég csúnyán cserélget. Az egy-egy az simán, az jöhet. Kettő-egy, mondjuk a nagyobbal szemben nem vészes. Az talán üthető. Oh! Oké. Okay. Ha itt nem tölti föl, akkor ezt a kettőt most le tudjuk vágni. Ez alól simán beüt, belovagol ide, és még egy valaki belép. Kihagytam volna. Ez mondjuk oké. Okay. Na itt jön ki az, hogy túl sok egysége van, de ezt a kis egységet talán meg tudjuk csípni. Az nem reménytelen, hogy azt leütjük, vagy legalább elkergetjük. Igazából, ha ide visszakergetjük, és ide belép a paci, már az is nagyon durva elvágást jelent ezeknek. És akár ez a paci a másik irányból bezárhatja az elvágást. Ami komoly előrelépés jelentene ezen összecsapásba. Annak örülök, hogy az elment, az itt segíti a mozgásunkat egy picit. No, ott van egy lehetőség, a harcoktól függően persze, ami általában nem szokott a javamra jönni. Úgyhogy azért annyira nem tudok lelkes lenni, mint szeretnék. És hát, ahogy látható, megérkezett a felmentősereg. Ami azt illeti, pont egy körrel hamarabb, vagy kettővel, mint kellett volna. Elképesztően jó lett volna, ha még egy vagy két körig nem jön meg az a egység. És nem üti ki az erőinket, hát így jártam. Tengerészek későn érkeztek. Jó, persze az egész akciót túl korán kezdtem. Ezt többé-kevésbé kimondhatjuk. Majd, hogy nem hasznosabb lenne, ha ezt kiütik és elmennek. Mert a legrosszabb, amit történhet, hogy itt maradnak, és a tengerészeinkre azonnal ellentámadást tudnak ütni, az nagyon-nagyon fájdalmas lehet. Mert azért a nyílt harcban nem egy erősségek, hogy finoman fogalmazzak. Na, némi blokkádolás és mi egyéb.
sose állt. Érkeznek csónakok. Elsősorban hajókat kapunk, ami a nagyon nem dob föl, de most ez van. Oké. Okay. Ami olyan nagyon nem dob föl, de most ez van. Oké, okay, hello. Hello, csónak. Hello, másik csónak, le vagy lőve. Oké. Okay. Te itt folytasd a körbevételt. Hogy te nem is tudsz oda lőni. Te ide meg tudsz érkezni. Kérdés, hogy ide ki tudom-e rakni a monitort. Mert ha igen, akkor egyértelműen oda kerül kihelyezésre. Az nem vitte, de nem. Jó, hát akkor... Talán a másikat se tudom, nem? Jó, hát akkor érkeznek. Van-e még valami? Még egy monitor. Tudnék-e bárhova máshova kirakni? Nem hiszem. Oké, szerintem egyébként az is ide érkezik. Van-e még olyan hajó, amit ide akarunk? Ezek meg felcímkézett hajók, úgyhogy azt rakjuk ki, ahova felcímkéztek. Azzal nem tudok mit tenni. Az csak arra jó, hogy remekül el fogom felejteni, hogy ezek itt vannak. Ja. Oké, hát ez nem egy nagy erő. Hogy őszinte legyek. A két csónak az mondjuk segít. Az segít. Nem, azt azért inkább először gyújítsuk. Azt hasznosabbnak érzékelem. Garibaldi azért megérkezhetne. Most már. Ahogy ti is. Jó. Akkor te vissza a kikötőbe, hogy blokkádold a kikötőt. Ezek pedig majd valamit tesznek. Most egyenlőre... Jó, ezt leütjük azt a kikötőt. Annyival legyünk beljebb. Ez elég gyérül áll, de... De itt az a baj, hogy valahol itt egy egység, ugye? Nyé, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy abból mi lesz jó nekem. Ezt meg tudjuk azért piszkálni. Hát sokkal nem mentünk előrébb. Pedig olyan remek ellátmánya neki sincs. Ugye ide meg ide partra szállnánk, akkor ő azért el van vágva. Ami arról kiváló lenne, hogy leessem. De hát az még odé van. Az még odé van. No, viszont itt volt egy lehetőségünk. Ígérj nekem egy... Hát kétszer egyet ígér. Az jó kezdés. Az egy jó kezdés. Te mász vissza egy picit. Remek! Ez abszolút megérte. Azt az egy-egyet még el is fogadom. Jó.
Hát jobban örültem volna, ha be tudunk lépni, de hát nem. De hát nem. Au! Azt lehet, hogy elveszítjük ezzel. De mondjuk, ha azt támadja, akkor itt kevésbé mentik föl ezeket. Az azért érvényes. Jó, hát te gyógyulsz. Ezek majd meglátjuk. Mondjuk itt azért elég gyepár mindegyik. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mennyi ellátmány tud itt átszivárogni. Ezeken. Téged leviszlek ide, hogy itt segítsen. Meg hogy meggátolja azt, hogy ide berohanjon. Azt azért nagyon csúnya lenne megszívni azt, hogy ott átrohant. No, ha más nem, akkor egy egységet megettünk, de valószínűleg azért ezt a kettőt elvágtuk most. Ami egy nagyon jó hír. 2-3, hát ez nem egy szimpatikus ajánlat. Ha betartja. Oké, akkor ez a rész most egyelőre maradjon. Az meg egy-egy, jó. Akkor egyelőre ezt ennyiben megúsztuk. Hát mindegy. Majd egyszer lesz elég csónakunk itt. Na, hát kicsit megpiszkáltuk azt a csónakot, de ennyi. Ennél többet most itt nem fogunk kapni. Itt megjátszottuk, amit lehetett a déli szakaszon. No, van itt egy 8-aska. Azt mondja, hogy 1-0. Továbbra is 0, na ez már azért jobb. Az már valami. Oké, Winchestert elfoglaltuk. Ne felejtjük, hogy ott van egy lázongó egység. Az jó hír, mert akkor picit zavarjuk őket. Hát a 0-0-ból kissé furcsa kör lett. Az 1-1-et elfogadom. Ezt azért inkább gyógyítsuk. Hát... Te inkább legyél erős. Én azt úgy látom hasznosnak. Ő meg itt kell, mint felderítő. Ja, hogy ő áll a vasúton. Hát, az kellemetlen. No, van itt egy erdei játékelem, azt azért ne felejtjük ki. Egyes ellátmány, hát az a baj, hogy a város az szintén nem jár sokkal jobban, mint itt szeretnénk. Hát ez ennyi volt. Ez egyenlőre ennyi volt. Annak meg muszáj, mert ott van egy lázangó, ez csak arra jó, hogy ott áldogáljon. Ami nem haszontalan, de azért távol váll a jótól. Jihi, idáig tudok lejönni a nagy lépéssel. Na mindegy, ha ennyit tud, ennyit tud. Oké, azt derítsd föl, utána te visszacsurogsz. Azt föltöltjük. Oké.
Ez itt nézzen körbe. A 2-1-et még nem kérem, majd a következő körbe az 5 egységgel megnézzük. De itt azért lehet egy kicsit földerítősdit játszani. Nem hiszem, hogy itt bármi lenne, de azért meglestük. 2-2. Főleg ha ennyiben marad. Nem azt mondom, hogy ideális, de lehetne rosszabb. Lehetne sokkal rosszabb. Igen, én el vagyok vágva, ezt tudtam. Na, jó hír, hogy mostantól te is. Azt a tempót, amit ezek tudnak. Jó, akkor azt a blokádot megfogjuk. Na, és akkor ez a paci is most el van vágva. Majd leesik. Most nyilván nem jó. Valószínűleg be fog... Hát ide be tud jönni simán. Ezzel nem tudok mit tenni, az ellen... Az ellen nincs opcióm. Jó. Te igazából gyógyulj föl. Ott az a leghasznosabb. Te erősödj, ahogy te is. Te menj vissza a városba, hogy tudj erősödni. A HQ meg szivárogjon, amennyit tud. Jó, itt csak előre sonfordálunk. Hogy majd ezt is körbevesszük, az a terv. Batesville-nél szintén körbefolyunk. Vagy valami ilyesmi. Jó, hát alakulunk, csak nem gyorsan és nem eléggé. Hát, ja. Ennyire vagyok egészen biztos, hogy itt vannak egységek. Úgyhogy szerintem én oda nem fogok betámadni. Hát ezek nyilvánvalóan... Hát igazából... És akkor ide is ki lehetett volna rakni. És akkor kicsit közelebb lett volna a tényleges harctérhez, na mindegy. Nem egy komoly erő, de azért tök üresen ne legyen, meg valamit még segítse ezt a csapatot. Jó, ennyit megkockáztatok. Ennyire drága. Ez vállalható. Ez vállalható volt. Jó, azért te legyél benne a városban, az ne legyen üres. Azt nem tartom jó ötletnek. Na hát... Az egy ilyen eléggé gyérköröcske volt. Legnagyobb eredmény ez a Winchester elfogása, meg a lapazi akció, plusz megjöttek a... Hogy hívjákok? Nagy erők. Hát azért a tengeren alakítottunk, ott azért valami kisült. Nem sok, de valami kisült. Alakulunk. Ez talán meg lesz. Hát jobban örülnék, ha egyet tudott volna még menni, de kettőből már nem ér fel a hegyre. Na, remélem, hogy ők is a három akcióból egyet ide tud lépni, és kész. És akkor ugyanúgy el vannak vágva körülbelül, bár lehet, hogy teljesen el vannak vágva. Majd kiderül. No, hát 0-1-et nem akarok ütni magamba. Fejlesztés. Valami elkészült, a skirmis. Akarom-e azonnal?
igazából megéri, hogy gyorsabban meglegyen, mert mi hamarabb van meg annál előre, annál értékesebb. Ez a demoralizációt, az azért elég csúnya bónusz, ha azt elkezdjük használni. Jó. És akkor két egységet tudtunk venni. Gumbot, River Gumbot, ez nem kell. Azok haszontalanok. Na, hát innen fogjuk folytatni. Már ennyi.